Nagy arányú, magabiztos győzelmet aratott a KKC szombaton a mondhatni foghíjasan pályára lépő Komló ellen. Az úgymond NB1-es felnőtt játékosainkat, akik még fiatalok ott, a mai mérkőzésen nem tudtuk elhozni, mert a felnőtt csapatunknak is volt mérkőzése, hát ez így alakult, ez benne van. Komplett ifi csapattal érkeztünk, szoknunk kell, edződnünk kell még, a mai mérkőzésben ennyi volt benne. Kolics János hozzátette, hogy bár NB1-es játékosok nélkül érkezett Kalocsára a Komló, egy nagyon fiatal, jól képzett csapattal kellett megküzdeniük. Az első fél időben nagyon jól védekeztünk, végig a mérkőzésen jók voltak a kapus teljesítményeink, nagyon szépen megoldottuk az 5-1-es védekezéssel szembe a játékot, a begyakorolt mozgásaink mind működtek, jól hoztuk helyzetbe a beállókat, talán szélről lehetnénk egy kicsit eredményesebbek. A folytatásban a bajnok esélyes Nemzeti Kézilabda Akadémia, azaz a NEKA otthonába utazik majd a KKC férfi együttese. Ha nem is győzelmi esélyekkel megyünk, de arra mindenképpen jó lehet az a mérkőzés, hogy felkészüljünk az azt követő mérkőzésre, amikor a Mecseknádasd ellen majd helyosztó mérkőzést játszunk. Csapatunk 24 ponttal jelenleg a tabella negyedik helyén áll. Az alapszakaszban még 3 forduló vár rájuk.